és uraim, most pedig folytatjuk a lakáshelyzet gyakorlatunkat, ami annyiban különbözik a többi beugrós játéktól, hogy itt a színészek készen kapják a környezetet. A többit természetesen rájuk bízzuk, na nem teljesen, mert adott esetben telefonon, SMS-ben vagy elektronikus levél formájában instruáljuk a lakóközösséget. Költözünk be! A fiú azzal állít haza a szüleihez, hogy gőze sincs hogyan, de valahol elhagyta a kocsit. Szia, apa, szia, anya. Szia, Bubu. Szia. Baromi magasan laktok. Mi ebben neked a szokatlan? 20 éve élünk együtt. Ez igaz, csak most tűnt föl. Rosszul vagy kicsi? Itt áll? Kicsit, de megyek, azt lefekszem. Vezetsz és iszol? Ki iszik, apa? Hát ne viccelj, úgy ismersz engem. Sluszkulcsot tedd, csillagom. Nem ott semmi gond? Semmi gond, a sluszkulcs az... Nagyi várt téged, azt mondta, hogy nem mentél át. Azért nem mentem el, mert... Hú, apa! Anya! Figyelj, üljetek le, jó? Még jobban? Ülj le te, mi baj van? Apa úgy szeretlek. Mindig annyira jó fej voltál. Anya, téged is. Te is jó fej voltál. Rosszul nézek ki? Mi az, hogy voltam? Hát majd most lehet. Ugyan? Ne hablatja, hogy jár, drága kis csillaga. Mi a helyzet? Mi történt? Kocsi. Kocsi, ez még nem egy mondat. Kocsi. Kocsi. A te kocsid. Én kocsi. A mi kocsink. Szépen alakul, igen. Közös, igen. Meghúztad? Semmi baj, előfordul. Anyád, ahányszor meghúztad. Jobb, mint ha föciből húztam. Nem húztam meg mondja. Föciből, nem. Nincs. Tudom, földrajzot már nem tanulsz. Azt tudod, na. Kocsi nincs. Parancsolsz? Ellopták. Vagy. Vagy? Micsoda? Vagy én nem tudom, hol van. Mi? De. Pillanat. Most nem tudod, hol van, vagy ellopták? Vagy. Hát, vagy ez. Apa, most tudom, hogy most dühös leszel, de nincs meg a kocsi. Dühös leszek? Nem leszek dühös. Dehogy leszek dühös. Azt figyelj, anya, annyi történt. Figyelj ide, annyi rendőrsége beszéltél, most hol van, hol volt? Hogy mennék már rendőrségre ilyen állapotban? Hol volt, apa, vagyok? Hát nézd már rám, már. Lehet rá, nem. De. Te itt áll? És vezettem. Akkor semmi. Hogy lopták el? Annyira be voltál rúgva, hogy nem vettél észre, hogy nincs benne a kocsi? Nem. Hogy kikerült alulod a kocsi, nem. Vagy hogy? Na egész pontosan úgy történt, hogy elmentünk srácokkal inni. Azt az még, akkor aztán... Azért kérted el a kocsimat, hogy azt mondtad, hogy elmegy a Nagyihoz. A Nagyi hívott, hogy nem vagy ott. Hozd nekem egy viszkit, anyukám. Jó Istenem. Nem, bort. A pohárhoz valamit ott. Mert hogy elmentünk... Jó. Nem fogunk szétesni. Elmentünk. Nem fogunk szétesni, mondjad, ne adagad. Kapsz egy kis levegőt. Köszönöm. Ne hisztisz, ülj le, nem fogsz szétesni. Anya. Egy családban, fogd meg a kezem. Egy családban, semmi, úgy pofán várnak, hogy az nem igaz. Hát normális vagy. Apa, figyelj. Mit apa? Apa, figyelj, kérlek szépen, rendőrséget hívjat fel. De nem hívhatod fel a rendőrséget, apa. Nem akarok. Hát, utána berúghatnál, utána, ilyetetben ellopták, akkor kicsit berúgtál, ilyen van. De nem az történt, mert már... Hát mi történt? Az történt, hogy elindultunk a fiúkkal, aztán a rendőrök a sarkon... Nem Mohácstól, az Isten áldjon meg! Nem Mohácstól mondjam! Azt meg, hol apa, voltál, hol van a kocsi? Apa. Most még utal ő! Bántottalak én valaha? Nézd, oda! Hozd ide a párbajtőrömet! Apa, ezt tegnap már lejátszottuk, és nagyon csúnyán elhúztad a popómat. Hát most... Szóval az történt, hogy a rendőrök utánunk voltak, utána a rendőrök elől elszöktünk, a rendőrök elől elszöktünk, kipattantunk kocsiba, nagyon megijedtünk, továbbítunk, nem tudom volna. Ki az? Rendőrség! Tűnj el! Mi alatt? Hova? Ahol anyát szerető így tartja! Nem kötelező beengedni, igen?
Jó estét. Jó napot, Johnny nyomozó vagyok. Igen. Van a barátom a Harry. Egy fiatal embert üldöztünk egészen a házig. Jaj. Nem láttak véletlenül egy... Senkit. Szörnyű. Egy ilyen szörnyű. Kis kákabélű... Nem. Nem, de... Magasodó, nem. De... Szívesen segítenénk. Magasodó, de egyben kopaszodó. Nézze, tényleg észrevetjük volna, hogy valaki ide bejön, de sajnos nem tudunk segíteni. Kérem, csöngessen be esetleg a szomszédba, hát ha itt szemközt nagyon sok fiatal él együtt, sokan vannak. Lehet, hogy oda... Ez van, asszonyom! Lehet, hogy bemászott magukhoz. De hogy drága ura... Valami ott mozog. A macska. Foglalj a helyet, beszéljük át. Beszéljük át, hogy mi lehet. A macska. Hú, egész azt hittem, hogy... Foglaljon helyet. Köszönöm. Köszönöm, hát jól esik azért a nyomozónak is egy kis. Esetleg hozhatok valamit. Kicsim. Maga ilyen asszonykórusban szerepel, hogy így beszél? Nem, csak arra gondoltunk, hogy... Apa? Beszél a macska? Igen, az apja. Nagyon tehát... apás? Apás igen, a macska? Igen, uram. Ferikém, csinálj már valamit! Nézzék, uraim! És hölgyem! Igen. Azt hiszem, a... Uram, itt nyilvánvaló nincs senki, akit keres, látná, csak mondaná... egy beszélő macska, ugye? Maguk hülyének néznek engem? Aha. Csikém, dehogy is. Következő, foglaljon helyet. Tényleg foglaljon. Apa! Apa, mit csináltál? Jézusom, Feri! Apa! Érted, tettem, te szerencsétlen. De, nem hülye ez. De apa, tudja, hogy jó. Macska nem beszél. De apa, kicsim. Apa, figyelj, de leütött, nem én vezettem, úristen. Ám. Jó, persze, hogy nem te vezetted. Hova tettétek minek a kocsit? Minek ütöttem le? Jó, hát mi azt mondítottam le? Te... Hova tettétek a kocsit? Ki hagyjad a kocsit, hát itt van egy döglődő rendőr. Várják. Jó, csak tudod, mi a probléma a kocsival? A fiaddal ma este raboltunk ki egy bankot, mielőtt idejött. Ott van benne a pénz, te szerencsétlen. Micsoda?